Zsuzsanna nyomán egészségügyi diákoknak rendeztek versenyt Békés Csabán. Maskarás felvonulás és koncertek. Február 1-én indul a Csabai Farsang. Az év sportolóit ünnepelte a Békés Csabai Önkormányzat. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Jól zárták a 2023-as évet Békés vármegyében a szarvasmarhát tenyésztők. Bár a termelés országszerte csökkent, nőtt a mezőgazdasági termékek ára, így a gazdák nagyobb bevételt realizálhattak. A 2022-es rekordot döntő aszály után az állattartással foglalkozók 2023-ban jóval eredményesebb évet zártak. Ezen a gyulai farmon közel 100 szarvasmarhát tenyésztenek. A gazdaság vezetőjének elmondása szerint a tavalyi év a vártnál sokkal jobban alakult a 2022-es esztendőhöz képest. Minden tartalék az egész országos szinten elfogyott. Dunántúlról hordták le, meg sokan vették le ide az Alföldre a takarmányt. Nyilván horror áron, tehát ami sokkal többe kerül, mert van egy óriási szállítási költség. De vele ellentétben, mint mondom, hogy a 23-as év, az egy, még mondhatnám azt is, hogy nem egy közepes, hanem még attól is, hála Istennek, jobb év volt. És be tudtunk annyi takarmányt gyűjteni, hogy egész évre elegendő az állatoknak. A családi gazdálkodó kiemelte, tapasztalataik szerint a keresztezett fajtájú szarvasmarhák tenyésztése a legkedvezőbb. Mint mondta, egy-egy fajta szívósága és tejhozama fontos lehet a születendő borjak nevelésénél. Több fajtát tartunk, de én úgy gondolom, hogy már több éves tapasztalattal is azt mondom, hogy nagyon ragaszkodunk a magyar tarkához a tejhozam miatt, de viszont ami szívós, azt mondanám, hogy az a limuzin, és azért van nekünk nagyon sok keresztezet, mert ott a tej is elegendő a borjúnak, és akkor egy jó kondíció van, hogyha meg 100%-ban limuzin tartanánk csak, akkor úgy gondolom, meg látom a tapasztalat az, hogy kevés a tej. A szakemberek szerint jelenleg alacsony a kereslet a húsmarhára, amelyet a megnövekedett inflációval magyaráznak. Második alkalommal rendezték meg a Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny Békés vármegyei döntőjét. A versenyen résztvevő középiskolások az alapápolás gondozási alapismereteikről adhattak számot szimulált környezetben. A Békés vármegyei központi kórház dr. Réti Pál tagkórházának Skill laborjában megrendezett versenyen a megjelenteket Tóth Lajosné köszöntötte. A helyettes ápolási igazgató kiemelte, öröm látni, hogy több olyan egészségügyi pályán tanuló diák van, aki a mindennapi tanulás mellett szabadidejét feláldozva készült a szakmai megmérettetésre. A verseny rendkívüli színvonala, szakmai tartalma segít abban, hogy felkeltsük az érdeklődést a szakképzés iránt, ezáltal segítsük és ösztönözzük a pályaválasztás előtt álló diákok pályaorientációját. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tavaly hirdette meg először több fordulós országos versenyét, amely a szakképzésben tanuló diákok tudásának felmérésére szolgál. Az első feladat az mindig interaktív feladat, amit online oldanak meg a tanulók. A második az a vármegyei döntő, és a vármegyei döntőből lehet tovább jutni az országos versenyre. Több kategória van, jelenleg itt nálunk az alapápolás, gondozás, elsősegélynyújtás feladat zajlik. A vármegyei megmérettetésen a Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium 8 diákja vett részt. Azért jöttem erre a versenyre, hogy a többiekkel együtt az eddigi tudásunkat igazából megméretessük, és a családomban sajnos elég sok beteg ember volt, és hozzátartozó kisgyerek, ezért hát igazából a szívemhez nőtt ez a úgymond hivatás, hogy szeretnék segíteni. A diákoknak a gyakorlati feladataiknak megfelelően az oktató teremben berendezett csecsemőosztályon szimulációs eszközök segítségével a megadott szakmai szempontok szerint kellett egy-két hónapos gyermeket ellátniuk a szülőkkel kommunikálva.
A vármegyei verseny döntőjén legtöbb pontot elérő diák vesz részt az országos megmérettetésen. Varsányi Anna vígjátékát, az Öltöztetőt mutatja be a Békis Csabai Jókai Színház társulata a Teátrum új stúdiótermében, a házi színpadon. A február 2-án debütáló darabot Tarsoly Krisztina rendezi. Az előadás helyszíne a Békés Csabai Napsugár Báb Színház korábbi előadóterme lesz. A már ismert művészeti műhelyről ezentúl házi színpadként hallhatnak majd a színházba járók. Szólítsa M-nek! Nem tudja, hol van? Dolgozik. Nem. Elsőként Varsányi Anna vígjátékát, az Öltöztetőt mutatják be a házi színpadon. A címszereplő Néveri Lajost Lénárt László alakítja. A történet szerint az egykori színházi öltöztető nem teszi ki a lábát lakásából, mióta szeretett főnöke, a népszerű díva eltávozott. Kicsit kompenzálja azokat a dolgokat, amik a külvilágból érték, és a bezárkózásával együtt konkrétan fölveszi, tehát a dívának a ruháit hordja, és így találja meg önmagát. Hogy milyen kapcsolódási pontokat találtam én ebben a figurában, megpróbáltam elképzelni azt az életét, ami a függöny felgördülése előtt történik. A díszlet a karakter zártságát és a beszűkült életmódját jelképezi. A darab rendezője kiemelte, hogy a szereplők különleges személyiséget kaptak. Mélységgel, magasságokkal, hétköznapi problémákkal és mindenfajta olyan emberi tulajdonsággal rendelkezik, ami amellett, hogy felfedezzük benne magunkat és a normál életünkből sok-sok szint, amellett szerintem mindegyikük rendelkezik egy különleges tulajdonsággal. És az ő találkozásuk eredménye és az ő kapcsolatuk és annak kialakulása egy olyan történet, ami éppen ezért tud számomra különleges lenni. Az Öltöztető című előadást Kis Viktória, Nagy Erika és Lénárt László színészi tolmácsolásában február 2-án láthatja először a nagy érdemű. Február 1-én indul a Csabai Farsang. A közel egy hónapon át tartó rendezvény sorozaton a felnőtteket és a gyermekeket is több programmal, koncertekkel, előadásokkal várják a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Utoljára 4 évvel ezelőtt volt nagyszabású farsangi rendezvény Békés Csabán. Az elmúlt években a koronavírus járvány, majd 2023-ban az energiatakarékosság miatt elmaradt a csabai farsang. Az idei évben azonban szinte egész februárban tartó programsorozatot szerveznek a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Most indul február 1-én a Budapest Bár nagy koncertjével, teltház közeli koncertjével, és aztán ugye hivatalosan február 14-ig tart a farsang időszak, az hamvazó szerda, de mi még ott szervezünk egy ráadást is február 14-ét követő időszakba, tehát azokban a hetekben is a Csabai Farsang programsorozat keretein belül még különböző előadások és koncertek lesznek itt a Csaba Gyöngyében. A Csabai Farsang egyik leglátványosabb programja február 10-én délután a télűző kiszebáb égetés és maskarás felvonulás lesz. Sajnos most a vízi felvonulás elmaradt, de egy szárazföldi vonulást mindenképp szerettünk volna megrendezni. Ez a Korzótérről fog indulni 16:45-kor, úgyhogy várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel, kereplőkkel, zajkeltő eszközökkel beöltözve. Mert az fontos tudni, hogy akik jelmezben érkeznek, azok között jegyeket fogunk kisorsolni itt a helyszínen majd. Elindul ez a felvonulás, amiben segítségünkre lesz a Ludas zenekar, illetve a Balasi Néptánc Együttes is velünk fog vonulni és táncolni. A felvonulás végén a Csaba Gyöngye stégnél a népi hagyományokat felidéző közös kiszebáb égetéssel és táncházzal várják az érdeklődőket. A Csabai Farsang idei rendezvénysorozata a Kulturális Központban február 24-én a Funny Money című vígjátékkal zárul majd.
A Békés Csabai önkormányzat megtartotta a hagyományos élsportolói fogadását kedden, melyen átadták a Békés Csaba sportjáért kitüntetéseket, valamint újabb halhatatlan sportcsillagokat avattak. Az eseményen köszöntötték a 2023-ban kimagasló eredményeket elért Békés Csabai sportolókat is. Szinte teljesen megtelt a Városháza dísztermek kedden délután, ahol az önkormányzat először a Békés Csaba sportjáért kitüntetéseket adta át. Az egyik elismerést a helyi röplabda sportegyesület elnöke vehette át. Baran Ádám 2010 óta tartó klub vezetői irányítása mellett a BRS-e eddig 5-ször lett bajnok, 2-szer magyar kupa győztes, 3-szor MEVSZA kupa aranyérmes. Az elmúlt évtizedben jó pár alkalommal voltam itt ezeken a sportolói fogadásokon, ahol láttam azt, hogy mennyi kiváló szakember vehette át ezt a díjat, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ebbe a sorba én is bekerülhetek. A másik Békés Csaba sportjáért kitüntetést a József Attila lakótelepi tömegsportegyesület Sotokán karate szakosztályának alapítója Farkas András kapta meg. Nem magaménak gondolom egyedül ezt az elismerést, hanem a tanítóimnak, a tanítványaimnak, a segítőimnek, a családomnak és a fölöttünk valóknak, bárki is legyen az, bárhol is van az, én ezt mind nagyon nagy hálával és szeretettel fogadom. A városvezetés a tavaly visszavonult sportolóit is köszöntötte. Bohos Rihárd úszó egy világbajnoki harmadik helyezéssel, valamint 2 Európa-bajnoki ezüsttel és 3 bronzéremmel a háta mögött fejezte be a pályafutását. Itt Békéscsabán mindig mindent megkaptunk, amit mi szerettünk volna Szarvas Jánossal és Lázár Olgával az edzőimmel, szóval én abszolút nagyon hálás vagyok, és Szarvas Péternek mindig vannak nagyon kedves szavai, akik tényleg szívhez szólóak, és ezért mindig örömmel jövök vissza. Tajti Márton Anita olimpiai bronzérmes súlylökőtől már tavaly elbúcsúzott a városvezetés, de 2023-as teljesítménye miatt ezúttal is járt számára az elismerés. Ráadásul edzőjével Eperjesi Lászlóval együtt a Fair Play díjat is megkapta. Természetesen mindig nagyon jól esik, amikor elismerik az eredményeinket. Számomra ugye nagyon megható volt tényleg ilyenkor mindig újra és újra élni azokat a pillanatokat, amik az én karrierem szempontjából ugye meghatározóak voltak. A 2023-as év férfi sportolója Steigerwald Ernő futó lett. Az évedzője elismerést az atléta 2 felkészítője, Adornyán László és Erdős Péter érdemelte ki. Az év csapatának pedig a BRS-ét választották. Az év sportolónője Mityko Veronika súlyemelő lett. A sportszakmai tanácsadó testület döntése alapján Békés Csaba halhatatlan sportcsillaga, Hankóné Jakab Gabriella 86-szoros válogatott kézilabdázó lett, aki tagja volt az 1982-ben Budapesten világbajnoki ezüstérmet szerzett válogatottnak. 1982-ben ezüst, 1992-ben pedig bronzérmet nyert a Békés Csabai előrével az NB1-ben. Nagy öröm és megtiszteltetés, az elismerés, hogy méltónak tartanak a cím viselésére. Szintén a halhatatlanok közé választották Debreceni Dezsőt, minden idők legismertebb és legsikeresebb Békés Csabai kickboxosát. A sportoló 8 alkalommal állt fel az Európa-bajnokságon a dobogó legfelső fokára, és ugyancsak 8 alkalommal lett első a világbajnokságokon. Nagyon boldog vagyok, és igen, igen, meglepődtem. Nem számítottam arra, hogy ezt most ezt a díjat megkapom. Büszke vagyok, és boldog azért, hogy ez megtörtént. Békés Csaba polgármestere beszédében összegezte a 2023-as sportsikereket, kiemelve, hogy a felújított városi sportcsarnok tavaly U17-es röplabda Európa-bajnokságnak, valamint férfi kézi és röplabda válogatott mérkőzésnek adott otthont. Szarvas Péter kitért a várható fejlesztésekre is. Nemrég lett felújítva a városi sportcsarnok, és jelenleg is folyik egy kisebb sportinfrastruktúra fejlesztési program. Az atlétikai és a súlyemelő öltözőt korszerűsítjük, a Csányi utcai labdarúgópályát korszerűsítjük, fényesen a Kondi parkot építjük, és emellett még a Árpád uszodában is az öltöző épületnek a korszerűsítése meg fog történni.
Az ünnepségen megörökítették a halhatatlan sportcsillagok közé választott Debreceni Dezső, valamint Hankóné Jakab Gabriella kézlenyomatát is. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!